az újratervezés időszakát éljük az élet számos területén, nincs ez másképp a hajléktalan ellátásban sem. A nyíregyházi oltalom szeretett szolgálata jelenlegi helyzetben is fogadja a rászorulókat, de a szokottnál is jobban odafigyel a biztonságra és egészségre. Mivel a szervezet fenntartásában lévő intézmények munkatársai közül is volt, aki elkapta a vírust és karanténba kényszerült, komoly logisztikát igényel most, hogy minden részlegen, minden feladatkörben tudják az ellátást biztosítani. Ráadásul most még az ellátásban önkéntesen segítők munkáját is nélkülözniük kell. Most az önkéntes munka az a gyertyalángon van, vagy őrlángon egész pontosan, mert hogy több a feladat, de nem szeretnénk azt, hogy ugye ez a vírus a kontaktokkal terjed, hogy bárki hozzon, vigyen betegséget, és ezért a önkéntesség az most kevesebbet tartunk rá igényt, eljön az idő, reméljük, amikor újra lehetőség lesz rá. Az adományokra a járványhelyzet idején is számítanak, minden felajánlást köszönnek, de az intézményvezető elmondása szerint leginkább tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükségük. Ezzel tudnak ugyanis a leginkább segíteni elláthatjaiknak, akik helyben főzni és sütni tudnak belőlük. Karácsonyra csomagot állítanak össze számukra a kapott élelmiszerekből, ezeket még az ünnep előtti napokban is elfogadják. A hagyományos karácsonyi ünnepségüket a pandémia miatt ebben az évben nem tudják megtartani, csak kis csoportokban lebonyolított ünnepi rendezvényeik lesznek. Ezen kívül egy új módszerrel is próbálják szembétenni az ellátottak karácsonyát. A technika adta segítséget itt is próbáljuk igénybe venni, meg használni. Ugye több részlegünk is van, és részlegenként a technika segítségével online találkozókat szervezünk, tehát munkatársak is ellátottak, együtt fogjuk összekötni a különböző helyeket a technika segítségével, hogy mégis legyen egy közös élmény, és ebben mindenki megmutatja azt, amennyi, ahol éppen tart. Laborci Géza azt még elárult a televíziónak, mindenki lelkesen készül az online karácsonyra.